1991-ben alapította meg cégét, amely mára cégcsoporttá nőtte ki magát. A karcagi Agrosprint már Európa szerte ismert az iparágon belül. A cég ügyvezetőjét az év agráremberi díjra jelölték. A díjról, a cégről és a társadalmi szerepvállalásáról beszélgettünk Fülöp Gáborral. 2005-ben megalapította az Agrosprint román leányvállalatát, amely fagyasztott termékek értékesítésében már a román piac vezető vállalata lett. Alapító tulajdonosként elmondhatja, hogy a stratégiai sikerének eredménye, hogy az idén 30 éves Agrosprint ZRT a magyar hűtőipar vezető vállalata, amelyet annak menedzsmentjével vezet a mai napig. Ékes bizonyítéka ennek, hogy 2020-ban újra beválasztották a 100 legnagyobb értékű magántulajdonban lévő vállalkozás közé. A cégcsoport ma már 400 főt foglalkoztat, 18 milliárdos árbevétellel az Agrosprint Európa legnagyobb csemege kukoricát gyártó üzeme lett. Vállalatánál a gyártáshoz szükséges zöldség alapanyag termesztése 7000 hektáron történik, a termelés szervezésében közel 500 termelővel dolgozik. Az általa stratégiai szinten irányított termeltetési részleg 2019-ben visszatért az állattenyésztéshez és zöldségfeldolgozás melléktermékeként hasznosítására húsmarha telepet vásárolt, amely 500 darabos szarvasmarha állomány számlál. 80%-os export értékesítés révén az Agrosprint neve Európa szerte ismert az iparágon belül, amelyet Fülöp Gábor, mint tulajdonos, hosszú évek alatt épített fel a korrekt üzleti magatartásának köszönhetően. Tagja az Európai Kukoricatermék Tanácsnak, és stratégiai megállátásaival segíti annak munkáját. Kiemelten támogatja a sportegyesületeket, a Bátszalók, Nyírlugos és Karcag települések iskoláit. Városi alapítványokon keresztül támogatja a kultúrát, a helyi katolikus egyházat. Segíti a karcagi kórház eszközbeszerzéseit. Társadalmi szerepvállalását Karcagváros Pro Urbe díjjal jutalmazta.